Debrecen szívében a Kálvin téren 2001 óta működik a Vojtina Bábszínház, amit a pincétől az emeletig bejártunk, hogy kicsit jobban megismerkedjünk a Vojtina világával, és megtudjunk néhány kulisszatitkot. Idegenvezetőnk Asbóth Anikó, a színház igazgatója volt. Az előadások kapcsán beérkezett rajzokat láthattuk a Gyerkőc folyosón, majd mindenféle kellékek és díszletelemek keresztezték utunkat a színpad felé haladva. És akkor itt bejutunk abba a részbe már, ahová tulajdonképpen csak avatottak jöhetnek be, tehát nem közönségforgalmi terület. És akkor itt jövünk hátra. A színpadon éppen a Tessék engem megmenteni című előadás próbája zajlott, mely egy klasszikus kesztyűs darab. A humorral tűzdett történetben egy királylány, aki nem talál magának párt, kigondolja, hogy ha elrabolják, akkor biztos majd érkezik a herceg, aki megmenti őt. Igen. Cukrot. Sajnálom, kislányom, de ha így áll a dolog, akkor szó sem lehet róla, hogy erre volt az magad egyszerűen. Egy órás gyermek előadást átlagosan 4 hétig próbálnak úgy, hogy már a színpadon van a díszlet, készen vannak a bábok. A színpadról az emeletre vitt az utunk, ahol többek között a jelmezek is készülnek. Itt némi Pinokio és egyéb figura az, ami készül, de ez egy a képírók műhelyéhez tartozik, ami a dekorációk, illetve különböző installációkhoz tartozik. Ez itt éppen egy ilyen belebújós óriásbáb. Vörös macska pandának a jelmeze. Ez egy ilyen mindenes helység, ahol mikor kidolgozik éppen, vagy akár alszik itt éppen, mert 2 előadás közt pihen, ha nincs ez ide rakva. A pincébe is lementünk, ahol szintén bábok és kellékek tömkelege tárult elénk. Valóban belaktuk már a ház minden négyzetcentiméterét, úgyhogy már most arra születnek gondolatok, hogy merre is lehet még egy kicsit bővülni. Ez megint csak ugye egy olyan helység, ahol különböző dolgokat tárolunk. Hát ők, tehát ez a kvázi egyszerűsített búrakú figura, például ő, aki annak van ugye a fejében egy fogantyú, és ezt így maga előtt tartva, különböző paravánrendszerek előtt játszik, de látható a színész is. Egyetlen bábot sem mondjuk úgy, hogy iktatunk ki az életünkből. A kiállító térben az Ősztestvére című előadás bábjait láthattuk. Ő is rendkívül jól mozog, ebben ilyen kis mozgató pálcikák is vannak, hiszen nagyon sokfélét kellett tudnia, és akkor még utána jön a fej, a haj, és egyáltalán a megfestése. Ha valaki közelről megnézi a mi bábjainkat, akkor azt is látni fogja rajta, vagy akár laikus szemmel is tudja vélelmezni, hogy ez napok, hetek munkája, míg elkészül. De mit sem ér a történet, a díszlet, a mesterien megmunkált báb, ha nincs egy jó színész, aki életre kelti az anyagot. Hogy valaki jó bábszínész legyen, hát szoktuk mondani, hogy egyrészt legyen nagyon jó színész, ebből indul. És legyen meg az a képessége, hogy egy anyagon átszűrve magát, életet tudjon lehelni egy élettelen anyagba. Alapvetően legyen meg benne az az alázat, ami szerintem a színészetben is fontos, de egy bábszínész esetében még inkább, mert ugye mi gyakorta bújunk el paraván mögé, és egyébként azon az adott kesztyűs vagy marionett bábon keresztül szűrve magunkat hozunk létre valami csodát, valami életet, valami szépséget. A Vojtina és a bábok világáról még többet megtudhatsz a videóhoz kapcsolódó cikkünkből. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.